Szabó Lőrinc, kicsi vagyok én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, mint a tüdő a fazékból kidagadok én. Nevendős Gergő előadásával kezdődött az idén a Versel a Város nevű program Bátaszéken. Gergő 6 éves és a helyi óvoda oroszlán csoportjába jár. Azt mondta, nem szavalt még ennyi ember előtt. Jó volt. Tetszett. Bátaszéken hagyomány, hogy április 11-én minden évben városi rendezvényt szerveznek a Magyar Költészet Napja alkalmából. Ugye az elmúlt egy-két esztendőben a világjárvány miatt ezt nem tudtuk megtenni, most is kellő óvatossággal, de már meg tudtuk csinálni, és hát megmondom őszintén, hogy a szívem az tele van örömmel emiatt, mert hogy a Költészet Napján óvodások, általános iskolák, sok és felnőttek, nyugdíjasok is vállalták, hogy egy vers erejéig kijönnek ide a romkertbe, és megemlékezünk, és egy kicsikét átadjuk azokat az érzéseket, amelyeket kapunk ezektől a versektől. József Attila a magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakja volt, ezért döntött úgy 1963-ban az akkori országvezetés, hogy a Magyar Írók Szövetségének javaslatára a költő születésnapjára időzítik ezt a rendkívüli napot. Így 1964 óta április 11-én ünnepeljük a Magyar Költészet Napját. A Kanizsai Dorottya általános iskola egyik diákja Lackfi János versét szavalta el. Azt mondják a fiúk, nyávoguk, sejtegük. Játszani nem lehet semmi jót se velünk, de ők tiszta hülyék, földön fetrengenek, egymás fejét verik, s azt mondják, ez remek. A generációk versmondása is szokássá vált már az elmúlt évek alatt Bátaszéken. Az óvodából két gyerkőc, két fiatalember volt, az általános iskolából két kislány, a Napsugár Nyugdíjas egy lett egyik jeles versmondója, és kiválósága Kató néni is eljött, és ő is vállalt egy versmondást, és mivel a gimnázium versmondója megbetegedett, tegnap jelezte, ezért én is vállaltam, hogy felolvasok egy verset. Ezen fölül pedig volt egy közös versmondásunk, egy Nemes Nagy Ágnes verset választottam, amelyet először elmondtam, vagy felolvastam, majd azt követően soronként, vagy gondolatonként visszaolvasták, illetve visszamondták azok, akik itt voltak, és ebből lett egy nagy közös versmondás április 11-én. Tanulni kell a nyári felhőt. Tanulni kell a nyári felhőt. A lobbanásnyi égi erdőt. A lobbanásnyi égi erdőt. És hogy van-e még értelme az ilyen kulturális eseményeknek a mai világban? Én azt gondolom, hogy igen, és hál' Istennek azért is jó, tehát azon felül, hogy az ember fontosnak tartja, pláne, hogyha valaki mondjuk olyan érzületű, vagy érdeklődésű, vagy habitusú, mint én, hogy társakra talál, és amikor társakra talál, vagy segítőkre, támogatókra mondjuk az óvodapedagógusok személyében, a tanítók vagy a gimnáziumi tanárok személyében, akkor azt mondja, hogy igenis ezt érdemes csinálni. A túl materializálódott világunkban igenis vissza lehet vonulni, és azért jó verset olvasni szoktam mondani mindig, ilyen csúnya kifejezéssel, hogy elég rá 2-3 perc, vagy 4, vagy 5, tehát nem kell egy regénybe belevágnunk, hogyha van néhány percünk, és szeretnénk egy kicsikét kikapcsolni, vagy föltöltődni, akkor emeljük le egy magyar költő, vagy akár a világirodalom remek írói költői közül bármelyiknek a könyvét, és olvassunk bele, mert a mai rohanó világban ez a pár perc impulzus is adhat nekünk egy akkora, vagy olyan töltést, amelyikkel talán könnyebb elviselnünk a rohanást. Már ami fáj, ki nem sikoltó, lélegzetem is visszafolytó. A néma fájdalom veszélyen, helyettünk a nagy ég ítéljen. S maradjon csak a mély búbánat, ott bent a szívben önmagának.